Jó estét kívánok! Elkezdenénk a megnyitó ceremóniát. Good evening, ladies and gentlemen. We will start the opening ceremony. So please come a little bit closer. Kérem, jöjjenek egy kicsit közelebb. Én Mink András vagyok, ennek az archívumnak a munkatársa, és ennek a kiállításnak az egyik kurátora, jobb oldalamon pedig Dobrovics Mihály történész, turkológus, aki ennek a kiállításnak a másik kurátora. I'm András Mink, a historian who is working for this archive, and I'm one of the curators of this exhibit, and on my right, the other curator, Mihály Dobrovics, historian and turkologist, who also contributed to this exhibit. Amivel szeretném kezdeni, mondok néhány szót magyarul, és aztán angolul, aztán majd átadom a szót annak az embernek, aki szintén nagyon sokat tett ezért a kiállításért. I say a few words about this exhibit and how we came to the idea to put together this exhibit in Hungarian, then in English, and then I give the floor to a person who had a major role in putting together the records and materials of this exhibit. Azzal kezdeném, hogy 1979-ben, amikor a szovjet csapatok bevonultak Afganisztánba, csak nagyon kevesen gondolták, hogy ez lesz a Szovjetunió utolsó háborúja, a hidegháború utolsó nagy fegyveres konfliktusa. I will start with that when the Soviet troops invaded Afghanistan in 1979, just a few people thought that it will be the last major war of the Soviet Union and it will be the last major armed conflict of the Cold War. Amikor 1989-ben a szovjet csapatok kivonultak, hátrahagyva egy teljesen lerombolt és szétesett országot, akkor kevesen gondolták, hogy Afganisztánban nem béke lesz, hanem tovább folytatódik a háború, és ez a szovjet beavatkozás hosszú időre megbénítja az országnak a működését. When the Soviet troops left in 1989, just a few thought that it would not bring peace to the people of Afghanistan. A new civil war started, and the long shadow of the devastating effect which destroyed and almost dissolved Afghanistan will continue for decades. Azt is kevesen gondolták 1989-ben és a 90-es évek elején, hogy ez a háború olyan konfliktusokat generál, amelyek az egész világ sorsára döntő hatással lesznek a következő két évtizedben. Also very few believed in the late 80s and in the early 90s that this war that the Soviet troops and the Soviet Union launched on Afghanistan will generate conflicts which will have devastating effects on the post-history of communism in the next two decades. Amivel befejezzük a kiállítás utolsó része, az valamiképpen felvillantja azt, hogy ennek a borzalmas háborúnak a következményei hogyan vezettek a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokhoz, hogyan vezettek a terror elleni háborúhoz, és mindahhoz, ami azóta zajlik körülöttünk. In the last part of the exhibit, we try to indicate how this devastating and tragic war led to the
9/11 attacks in New York led to the war on terror and all those developments that we witnessed in the last 15 years. És végül hadd fejeznem be azzal, hogy az afgán-szovjet háború kreálta az első olyan nagyméretű menekült krízist, amely tulajdonképpen a mai menekült krízisnek és menekült hullámnak valamiképpen az előzménye is. Ez a háború 1 millió áldozatot szedett az afgán nép soraiból, és további 5-6 millió ember menekült, elkényszerült elhagyni az otthonát. Egy 15 milliós országban ez több, mint a lakosság egyharmada. And when we take into account the consequences of this Afghan-Soviet war, we must think about the fact that it was a prelude of the recent refugee crisis. Almost 1 million Afghan citizens died in this war, and another 5-6 million had to flee, had to leave their homes and became refugees, which was more than 1/3 of the total population of Afghanistan. Végezetül szeretnék köszönetet mondani azoknak az intézményeknek, amelyek segítettek bennünket ennek a kiállításnak a összeállításában, mindenek előtt a Kabuli Egyetem Afgán Dokumentációs Központjának, a Jekatyerinburgi Surávi Múzeumnak, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára keretügyítteményének. Finally, let me say thanks to those institutions who contributed to this exhibition, the Afghan Center at the Kabul University, the Surávi Museum in Yekaterinburg, which is devoted to the memory of those Soviet soldiers who were killed in this war, the Oriental Collection of the Hungarian Academy of Science, és legvégül annak az embernek szeretnék köszönetet mondani, aki a saját magángyűjteményével önzetlenül hozzájárult ennek a kiállításnak a létrejöttéhez. Azok a egészen kivételes és Magyarországon soha nem látott tárgyak és dokumentumok, mint például ez a két katona, vagy a mögöttem álló az afgán menekülteket szimbolizáló család, a különböző háborús motívumokkal díszített szőnyegek, a különböző fegyverek és militáriák ebből a gyűjteményből származnak, amelynek birtokosa Zamis Shein, azaz Mesterházi Sándor, aki utánam fog szólni néhány szót. So finally let me thank you, the person whose private collection was the great contribution to this exhibit. All the unique objects, records, documents, war rugs, what you can see behind, the equipment of this Soviet soldier and this Mujahid fighter on my right, the dresses and clothes of the refugee family, which is behind me, the bandoliers and other militaria objects were coming from this fantastic and unique private collection whose owner is Zamis Shein, Sándor Mesterházi, to whom now I give the floor. Thank you very much.